Üdvözlöm a nézőket, a világ legnagyobb kertészeti célú termálhő hasznosítója, a Szentesi Árpád Agrár ZRT 7-es termálkutyától, ahol a cég műszaki vezetőjével, Nagy Gál Jánossal beszélgetek. Hány kúttal és milyen kapacitással üzemelnek? Tehát az Árpád Agrár ZRT tulajdonában 14 termálkút van, egyenként általában 50-70 köbméter vizet szolgáltatnak óránként. Műszakilag milyen állapotban vannak a kutak? Hát a nyáron végeztünk egy komplett átfogó kutvizsgálatot. A kutak állapota jónak mondható, egy-két kút esetében szükség lesz jövő évben javításokra, de ezeket már előre tervezni tudjuk. Tehát ezekről a kutakról tudni kell, hogy a 60-as évek elejétől a 80-as évek közepéig kerültek fúrásra. Ezeknek természetes elhasználódásuk van ezeknek a kutaknak. A kút szűrőzése, a csőszerkezet, illetve a felszíni szerelvények az idővel elhasználódnak. Ezeknek egy folyamatos karbantartása szükséges. Az elmúlt években már elkezdtük ezt az átfogó karbantartást, és ezt kívánjuk a jövő évben is folytatni. A legnagyobb problémát talán minden tél kezdetén a csőtörések okozzák. Ezek természetesek, amikor az első fagyok beköszöntenek, és akkor meginduló talajmozgásuk, illetve a talajfelszínének megfagyása hozzásegíti a csöveket a különböző törésekhez. Ilyen töréssel minden évben szembe kell néznünk, az idén is már találkoztunk egyel. A hőhasznosítás érdekében milyen új technikai eszközöket alkalmaznak? Hát az elmúlt évben megfogalmaztunk két fő célirányt, az egyik az energiatakarékosság, a másik pedig az energiahatékonyság. Az energiatakarékosság keretén belül beszerzésre került minden termálkúthoz egy-egy frekvenciaszabályzó. Ezek segítségével hajtjuk a villanymotorokat, ezzel átlagosan 50-60%-os energiamegtakarítást tudtunk elérni. A másik az energiahatékonyság, ez azt jelenti, hogy az üvegházak szigetelését, a távvezetékek szigetelését átvizsgáltuk, illetve másfajta fűtőfelületeket alakítottunk ki. Ennek köszönhetően szintén egy 10-15%-os javulást értünk el. A hőveszteség milyen korszerű eszközökkel mérhető? A hőveszteséget mi hőkamerával mérjük, ez az elmúlt éveknek a beszerzése. Egy pályázat keretében sikerült egy bizonyos összeget nyernünk, amelyet hőkamera vásárlásra fordítottunk. Ennek segítségével be tudjuk mérni azokat a helyeket, ahol a hő elszökik, tehát akár a távvezetékeken, akár üvegházakon, egyéb épületeken. Milyen elv alapján működik egy ilyen kamera? Tehát ennek az elve a következő, minden testnek van egy a hőmérsékletével arányban álló infravörös kisugárzása. Ez a kamera ezt a sugárzást érzékeli, és különböző színekkel a különböző értékeket megjeleníti, így vizuálissá téve az adott tárgy hőmérsékletét. Kérem, mutassa be a készülék működését. Egy kézi készülékről van szó, amely hordozható akkumulátoros üzemmel működik, az akkumulátor a tartó fogantyú részben található. A készülék elején van az érzékelő lencse, a készülék hátulján pedig egy kihajtható képernyő található, illetve a kezelőszervek. Ha most a kútra irányítom, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy hol szökik el a hő a távvezetéken, illetve a kúton. Beállítom az élességét, majd a skálán fokozatosan a megfelelő szint, és egy gombbal pedig a képet ki tudom merevíteni. A kimerevített képen ezután a készülék segítségével különböző pontokban a hőmérsékletet le tudom olvasni, illetve a Save gomb segítségével el tudom ezt a képet menteni, és számítógépen ez feldolgozható. Hogyan történik a termálvíz kitermelés szabályozása? A kitermelés szabályozása nálunk szintszabályozással történik. Adott egy puffertartálya a hőközpont mellett, és ennek a mindenkori szintjét érzékeljük, ennek megfelelően indulnak a buvárszivattyúk sorban az igénynek megfelelően. Tehát a teljes szabályzási rendszer számítógéppel vezérelt, gyakorlatilag emberi beavatkozás csak ellenőrzés szinten igényel. A jövőben milyen technikai fejlesztéseket látna szükségesnek? Hát szükséges lenne a termálkutak szempontjából egy szűrőfelújítás, amit nem fogunk tudni elkerülni. Néhány éven belül mindegyik kútnál úgy gondolom ezt be kell tervezzük. Szintén a termálkutakhoz kapcsolható a meglévő és már idősödő búvárszivattyúk helyett újak vásárlása. Az üvegházaknál szeretnénk klímaszabályozást, illetve hőernyőt beépíteni.
ez lefedi az elkövetkezendő 5-6 év terveit. A célokhoz a jövőben sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönöm!